Idén 30 éves a Téka Alapítvány, a mezőségi szórvány Magyarság egyik legfontosabb tartóoszlopa. A Tékában 23 éve otthonra talál minden diák, aki magyarul tanulna, és szülőfalujában erre nem adatik meg a lehetőség. A mezőségi szórványoktatási programhoz mi 2000-ben csatlakoztunk. Ezt a Válaszúti Kallós Alapítvány indította el, és minket felkértek, hogy fogadjuk be az ott negyedik osztályt végzett gyerekeket. Ebben meg is egyeztünk, és a mi szerepünk a program keretén belül az lett, hogy befogadjuk az ötödiket végzett, vagyis a negyedik osztályt végzett gyerekeket, őket pedig 8. vagy 12. gondozzuk. Ugyanakkor tehát szükségessé vált egy helyszín, egy kollégium felépítése. Ezt 2001-ben be is fejeztük az elsőt, a Téka Művelődési Központ tetőterét építettük be. Ez nagyon gyorsan betelt, 2 éven belül ez a 20 diák már meg is töltötte, úgyhogy szükségessé vált a terjeszkedés. Az idei tanévtől a mezőségi Téka Szórvány Kollégiumot kiegészíti egy új épületszárny, közvetlenül a Kemény Zsigmond Elméleti Liceum szomszédságában, amelyben bentlakás, illetve ebédlő található. 2016-ban, amikor felavattuk a magyar iskolát, ott nem állt meg a dolog. Tudtuk azt, hogy ezt tovább kell építeni, és tovább kell haladni, és a városban lévő bentlakást ide kell hozni az iskola mellé, és akkor lesz erős és hosszú távú a szamosvári magyar oktatás. Így, amint befejeztük az iskolaépítést, akkor kicsit megpihentünk, aztán már is elindultak a tervek, hogy hova építsük, minél közelebb az iskolához. Ez egy 4 szintes épület, ebédlővel rendelkezik. Ugye az első szinten, a földszinten van egy nagy ebédlő, ahova a 100 bent lakó diák egyszerre le tud ülni, reggelizni, ebédelni. És a többi 3 szinten a diákok el vannak osztva. Az első szinten vannak az 5-8-osok, és a második, harmadik szinten a 9-12-es diákok, fiú emelet és lány emelet elosztva. Azon kívül 2 kis tanulóval is rendelkezik a bentlakás, de igazából olyan szép nagyok a szobák, és tágasok, meg világosak, hogy a felső tagozatosok, a liceumisták, ők a szobákban tanulnak, az 5-8-asok viszont délután visszamennek, és az iskola tereit, az osztályait használják fel. Az átadást eredetileg az elmúlt tanév elejére tervezték, viszont a megnövekedett szolgáltatás és alapanyagárak közel megduplázták az építkezés költségeit. A diákok addig sem maradtak lakhatás nélkül. A belvárosi bentlakásban töltötték minden napjaikat, viszont szükségessé és egyre sürgősebbé vált a váltás. Ez az épület már korszerűtlen volt, zsúfolt, túl zsúfolt, és másrészt abból az igényből, hogy itt, ezen a telken hozzuk létre a mezőségi oktatási központot. A régi épület visszanyeri eredeti funkcióját. A Téka Művelődési Központ programjai zajlanak benne. Balázs Bécsi Enikő, az alapítvány igazgatója elmondta, lelkileg és fizikailag is megterhelő volt az átköltözés. A másik épületet szinte 20 éven keresztül építgettük, szépítgettük és otthonná tettük. Nem volt könnyű feladat, itt mindenki, a 24 alkalmazott, aki az alapítványnál dolgozik, 4 hét alatt költöztette át a teljes bentlakást. Itt a szakácsnéni kezébe csavarhúzó és kalapács volt, az irodások lapátot vettek és gerebét, ha kellett. Tehát teljesen más munkakörökben dolgoztunk 4 hét alatt. Itt nagy hála és köszönet ennek a csapatnak. Az avatáson átadták a 13 éves hagyománynak örvendő Téka díjat is. Idén olyan személyeknek, akik segítségével gördülékenyebbé vált az építkezési munka. Az építkezés, a munkálatok befejezése után szeretnénk kifejezni hálánkat
Potápi Árpád János államtitkár és Brendus Réka főosztályvezető asszony felé, akik kezdettől fogva nagy elhivatottsággal támogatták a terveinket. Az ünnepséget a Téka Művelődési Központ műsora koronázta meg. Mesélek anyámnak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely, ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és honnan érkezett, siratja bus magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, csak